Nagy szeretettel üdvözöl mindenkit, a kettős kereszt ketten főzünk. Sziasztok! A mai videónkban ennek a töltött paprikának az elkészítését mutatjuk be. Tartsatok most is velünk! Az asztalon már láthatjátok a hozzávalókat. A léhez sűrített paradicsom és paradicsom ivólé, fél kilogramm darált hús, a töltelékbe kell majd hagyma, piros paprika, bors és só, valamint a rizs, amit majd megfőzünk. Látható a liszt a rántáshoz. Ott vannak a paprikák, amiket majd megtöltünk. A lébe kell majd zeller zöldje és még egy fejhagyma, valamint előkészítettünk egy kis zsírt és olajat is. A rizst előfőzzük, majdnem készre. Olajon kicsit lepirítjuk, és a kimélt rizs másfélszerese mennyiségű vizet adjuk hozzá. Mi a fél kiló húshoz 15 dekagram rizst használunk, aki húsosabb tölteléket szeretne, annak 8-10 dekagram is elég. Megszórjuk egy kis sóval, megkevergetjük egy picit, rákerül a fedő, és a lángot takarékra vesszük. Amíg puhul a rizs, apróra felvágjuk a hagymákat. Készen van a hagyma, 7-8 perc alatt a rizs is megpárolódott, úgyhogy át is adom Péternek a fakanalat. Na én itt egy evőkanálnyi zsíron szép aranybarnára pirítom a hagymát. Hogy a folyamatot kissé felgyorsítsam, ilyenkor mindig meg szoktam hinteni egy teáskanálnyi sóval. És amikor látom, hogy már szép színt kezd kapni a hagyma, akkor rádobom az apróra vágott fokhagymát is. Na és számomra a legjobb rész következik, a massza elkészítése. A darált húsra ráborítom először a rizst, majd pedig ezt a szép aranybarnára pirított hagymát. Épp csak egy csapott teáskanálnyi sót teszek hozzá, mert sós a rizs és a hagymánál is használtam. Piros paprikából egy bő teáskanál épp elegendő, csak hogy színe legyen, borsból pedig csak egy fél. Mi az összes töltelékünket a paprikákba szánjuk, ám aki úgy döntene, hogy szívesen csinálná hozzá még külön kis gombócokat, javasoljuk, hogy tojást is mindenképpen tegyen bele. A tojás ugyanis ebben az esetben kötőanyagként fog funkcionálni. Ha valaki nem főzi elő a rizst, akkor a masszába tegyen egy kis vizet, amit a rizs fel tud majd szívni, és ne tömje tele a paprikát majd, mert a rizs dagadni fog. Most pedig Judit megmutatja nektek a paprika megtöltését. Ez sem nehéz. A paprika csomáját határozottan benyomjuk, és így könnyen ki tudjuk venni a magházat. Amennyire be tudok nyúlni, a vastagabb ereket is ki szoktam venni, és hogyha ezzel megvagyok, akkor mehet bele a töltelék. Ahogy Péter mondta, ha nyers rizssel dolgoztok, lazábban tegyétek bele. 7 szép paprikát töltöttünk meg, jöhet is a paradicsomszósz készítése. Mi a rántással indítunk, 5 evőkanál olajat teszek a fazékba, ezt felhevítem, és beleteszek 2 evőkanál lisztet, és zsemleszínű rántást készítek. Mi általában, amikor valamit berántunk vagy habarunk, nem használunk túl sok lisztet, inkább lazábban szeretjük az ételeket. Ha ti sűrűbben szeretitek, akár 3-4 evőkanállal is tehettek bele. Ha szépen megpirult, folyamatosan hozzáadjuk a vizet, 1 litert használunk. Először a paradicsom sűrítményt adjuk hozzá, nem az összeset, 3-3,5 decit körülbelül.
A paradicsomléből viszont bele fog menni mindez 1 liter. Ezt a szószt ízesítjük egy teáskanál sóval, illetve 3 kisebb evőkanál cukorral. De természetesen az ízesítést mindenki a saját szája íze szerint végezze. Ezt követően belehelyezzük egészben ezt a fejhagymát, valamint a megtöltött paprikákat. És ha már bent vannak, néhány szál zellert. Lefedjük, a lángot pedig takarékra tesszük. Az első kóstolást követően mi még egy csipetnyi borsot is tettünk hozzá. Ezt az ételt ilyenkor már javasolt inkább rázogatni és nem fakanállal keverni, főleg akkor, ha valaki még gombócokat is tett bele. Ezen a lassú, csöndes tűzön a paprikák 1 óra alatt szépen megpuhulnak. Ha ez megtörtént, el is zárjuk alatta a lángot. A paradicsomos lé most még nagyon szépen rotyog, és mi már alig bírjuk kivárni, hogy ehető hőmérsékletűre üljön. Nézzétek csak, ilyen lett a miénk, mi így szeretjük. Ha nektek is tetszett, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot, ha pedig a többi videónk is tetszik, és eddig még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornánkra. Búcsúzunk tőletek, és ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!